Katolikus közösség, eukarisztikus közösség. Jézus asztalhoz hív bennünket, ahogyan az apostolokat is asztalhoz ültette az utolsó vacsorán. Az ő testévé és vérévé változtatta át a kenyeret és a bort, megtörte és a kenyeret odaadta tanítványainak, és arra bíztatta őket, hogy mindnyájan egyenek belőle. Majd a vérré változtatott bort is odaadta nekik, hogy igyanak mindnyájan belőle. Ehhez az asztalhoz minden megkeresztelt ember meghívást kapott. Minden emberhez szól Jézus meghívása, és a felkészítés alatt igyekszünk megérteni ezt a hit titkot, hogy enélkül nem tudunk élni. Az eukarisztia éltet bennünket, és ahogy a II. Vatikáni zsinat fogalmaz, az eukarisztia élteti az egyházat, hozza létre az egyházat, és az egyház adja számunkra az eukarisztiát. Eukarisztia nélkül nincs egyház, és azt is mondhatjuk, nincs egyházközség. Mindannyiunkat ugyanaz az egy test és egy vér táplál, hiszen Krisztusba oltódtunk bele. Ő saját testével és vérével táplál bennünket, és éppen ezért nagyon fontos, hogy minél többen az egyházközségből éljenek ezzel az óriási ajándékkal, hogy Jézussal mindenki személy szerint találkozhat. Nincsen mélyebb egyesülés itt a földi életben, mint az eukarisztiában a találkozás Jézussal. Én, mint egy egyházközség tagja, mit tehetek azért, hogy ezt az egyházközséget is Jézushoz emeljem, hogy az életszentségben előre haladjunk. Ennek az a módja, hogy minél többet megtegyek azért, hogy nem újjék el szent mise anélkül, hogy szent áldozáshoz ne járultam volna. Volt olyan tapasztalatom, amikor 3-4-en ültünk egy kenuba, hogy milyen az, amikor csak ketten eveznek, mert ketten éppen pihennek, és milyen az, amikor mind a 4-en evezünk. Amikor oltári szentséget magunkhoz vesszük, akkor mindannyian erősödünk lelkünkben. És éppen ezért a bűn innentől kezdve nem magánügy, hiszen az én bűnöm az egész közösségre kihat. Ahogyan egy repülőre is korlátozott súlyt lehet fölvinni magunkkal poggyászként, éppen azért, mert ha mindenki határtalanul vihetné fel a terheket, annyit lehetne berakni a repülőbe, hogy a végén nem tudna felszállni. A bűnünk az, ami ezt a súlyt adja, ezt a nehézkedést elősegíti. Ezért kell megszabadulnunk a bűntől, hogy minden akadály elháruljon azelől, hogy az oltári szentségben Jézust a szívünkbe tudjuk fogadni. A közösségben minél többen a szívükbe fogadják Jézust, annál inkább megszentelődik ez a közösség, hiszen feltétele a kegyelem állapota, a megszentelő kegyelem állapota. Ha az oltári szentségben Jézust a szívünkbe akarjuk fogadni, fel kell készülnünk. Ugyanakkor közösséget alkot. Tapasztaljuk azt, hogy olyan keresztényekkel is egységben tudunk lenni, akikkel még soha nem találkoztunk, akár külföldről jöve is. Érezzük, hogy egyek vagyunk, mert hisszük Jézus jelenlétét az oltári szentségben, a szent áldozásban a szívünkbe fogadjuk, és ezáltal egy kenyér, egy testé válunk. Tegyünk meg mindent azért, hogy ne rajta múljék a közösség szentsége. Mármint úgy értem, hogy ne miattam ne érjük el azt az életszentséget, amit közösségként el kell érnünk, hanem mindent megteszek azért, hogy Jézussal a szívemben tudjak élni, és másokat is erre hívok, hogy az egész egyházközség, az egész közösség megszentelődjön, és így, mint az egész egyház is, mint 8. szentség, jellé váljék a világban, az üdvösség jelévé és eszközévé.